alapvetően a játszótéri hősök arról szól, hogy újraélesztést oktassunk, illetve veszélyhelyzeti ismereteket adjunk át, hogy felnőve ők már tisztában legyenek azzal, hogy szükség lesz arra, hogy megtanuljanak egy tisztességes elsősegi nyújtó tanfolyamon újraéleszteni, illetve kötözni minden olyan fontos fogást, amely egy-egy sérülés esetén a beteg túlélését, illetve a javulását eredményezheti. Itt a Bikás Parkban volt egy ilyen majális szerű történet, és ott ötlött fel a Tibiben az ötlet, hogy kéne csinálni egy ilyen érzékenyítést per képzést a gyerekeknek. Próbáltuk ezt játékos formában előadni nekik, a szüleiknek kicsit komolyabban, tehát megvolt a korosztályok szerinti differenciálása is a dolognak. Tehát az idősebbeknek nyilván többet adtunk át, a kicsiknek volt, hogy csak annyi, hogy nyomogasd meg nyugodtan, meg hallgassad meg azt, hogy mit kell tenni. Hogy ne, tehát hogy maga az, hogy a pánik ne legyen az, hogyha bármi történik, ne legyen belőle gond. Június végén indultunk el a 11. kerületi játszótereken, összesen 8 játszótérre juttattuk el ezt a programot. Most már jelen pillanatban 444 gyermekünk tud elsősegélyt nyújtani. Azt gondolom, hogy ez egy igen szép eredmény, hiszen összesen 400-ra számítottunk, amit már túléltünk. A projekt záró eseménye után le fogunk ülni egyeztetni a régióvezető, területi vezető úrral, értékeljük a programot, és onnantól kezdve elkezdünk gondolkodni, hogy melyek azok az önkormányzatok, akik ezt a programot örömmel tudnák fogadni, és hasonló támogatással, mint itt Újbuda. A Vöröskereszt egyik legfontosabb feladata a társadalmi elsősegélynyújtás népszerűsítése. Nagyon sok területen, nagyon sok helyszínen vagyunk jelen, de az, hogy most a korosztályok felé is nyitunk, és ilyen mértékben nyitunk, beláttuk, hogy minél fontosabb, és nagyon-nagyon fontos, hogy még többen ismerjék a tudást, és ha egy gyerkőc egyébként otthon a szülőknek, a családtagoknak elmondja, hogy mekkora élmény volt, valószínűleg a szülők is ráébrednek arra, hogy azt a tudást, amit régen megszereztek a jogosítványhoz, már talán kicsit megkopott, és nem árt újra gondolni.